diákok az egyetemre már elő tudnak készülni, segítik őket az egyetemes tanulásban, már a középiskolában. Tizedik osztályban egy ágazati vizsga, egy szakmai ágazati vizsgát tesznek le, hogy biztosítsák az iskolának a tanárai, hogy biztos tudják a szakmát. És tovább tudnak menni 14-be, ahol már az egyetemmel együtt csinálják a szakmájukat. 9. és 10. évfolyamon ágazati alapképzésben, 11-től pedig már az egyetemmel közös szakirányú oktatásban vesznek részt az okleveles technikus képzésben tanulók. A Nyíregyházi Szakképzési Centrum és a Nyíregyházi Egyetem már tavaly elindította közösen kidolgozott szakmai programjuk alapján az emelt szintű tudást biztosító képzéseket. Akkor a Nyíregyházi Széchenyi István Technikum és Kollégium, illetve a Bánki Donát Műszaki Technikum és Kollégium vett részt ebben a pilot programban. A Bánkiban a gazdálkodás menedzsment és gépészet ágazatokban elindult a képzés, és most már egy egyéves tapasztalattal rendelkezünk. Idén pedig a Széchenyiben a gazdálkodás menedzsment ágazat mellett elindul az informatika ágazatban az együttműködés. A közös szakmai program egyik legfontosabb előnye, hogy a diákok a Nyíregyházi Egyetemen 30 vagy programtervező informatikus szakon akár 60 kreditponttal indulhatnak a felsőoktatásba. Így egy vagy akár két fél évvel korábban szerezhetnek diplomát. Az intézmények most együttműködési megállapodást írtak alá. Elsősorban arra törekszünk, hogy a nálunk végzett hallgatók a megyében találják majd meg a számításaikat, itt maradjanak, itt vállaljanak munkát, és a megye gazdasághoz járuljanak hozzá. Éppen ezért pont azok a fókuszterületek, mint a műszaki képzés, gazdálkodás menedzsment képzés vagy informatika, amik egyrészt hiány, hogy fogalmazhatok ki, hiánycikkek, és másrészt viszont ugye gazdasági jelentőségük is van, és munkaerőpiacon is ezeknek van kimondottan relevanciájuk. Tavaly közel 100 hallgató jelentkezett a képzésekre, az eddigi tapasztalatok pozitívak. Specializált gép és járműgyártás szakot választottam, és én inkább a járműgyártás ágazat felé mentem, hát családi vállalkozás miatt. Édesapám még nyomdokaiba szeretnék lépni. Ez az első év, ez nagyon tetszett számomra, nagyon élveztem, nagyon jó közösségbe kerültem, rengeteg jó tanuló osztálytársam van. Az eseményen elhangzott beiskolázási problémák idén sem voltak. A meghirdetett képzésekre a két intézményben összesen közel 100 diák jelentkezett. A centrum és az egyetem célja, hogy a következő tanévtől már nem csak 9. évfolyamon, hanem érettségi utáni képzésben is indíthassanak okleveles technikus képzést, ami a gimnáziumban tanuló érettségizett fiataloknak jelenthet előnyt egy piacképes diploma megszerzésében.